Szia, üdvözöllek! Mai nap is folytatjuk a 7 perces tornánkat, aminek a célja az, hogy nyárra jó formába kerüljünk. Persze a torna mellett kell az is, hogy rendesen étkezzünk, kellenek a fehérjék, kellenek a rostos ételek és sok folyadékfogyasztás. Mai nap ezekkel a Flexfoot bendekkel fogunk tornázni. Átmozgatunk minden izomcsoportot. Kenny is fog segíteni a tornákban. Kenny, gyere! Jó, első gyakorlatunk ezzel a kék szallaggal lesz, ami egy kicsit könnyebb. Nyújtott kar, főleg a hátsó farizmokra, igazából ez a gyakorlat a drepp az egész testünket, minden izomcsoportot megmozgat. Jó, tehát 7 gyakorlat, 7 perc alatt készülünk meg. Nyújtott kar, próbálod tartani az egyensúlyt. Tartod az egyensúlyt. Úgy. Nekem a egyik vállam kicsit nehezebben mozog, tehát nem tudom teljesen nyújtani. Lényeg az, hogy egyenes legyen a hát. Kezek nyújtó a fej mögött, vagy fej fölött. És tartsuk a egyensúlyt. Még egy utolsó. Jó. Hú. Következő gyakorlat ezzel a erősebb flexit szalaggal lesz a hátizomra. Hát a falusi környezetben megjelennek a traktorok is. Ez egy idilli környezet. Jó. Tehát hátizom. Jó. Pontos az, hogy megint a hátunk egyenes legyen. És mindkét kézzel húzzuk fel a gumiszallagot. Jó? És mehetünk. Kitartunk fönt, kitartasz, és lassan enged vissza. Egyszerű. Volt a hátizom, most jön visszatérnek a másik szalaggal. Megint megyünk a mellizmukra. Amint látod, terpesz ilyen bálszélességbe, ami fontos, ilyen stabilitást biztosít a testünknek a gyakorlatozás közben. Tehát nyújtott karról emeljük egész vállmagasságjuk a kezünket. Elkészülni, és mehetünk. Először a testmellett túl ujjak befelé mutatnak, majd a föld irányába. Megint csak lassan végezzük a gyakorlatot. A maximális erőre, maximális erőkifejtésre. Voltak a mellizmok, most jön meg a biceps, megint válthatunk szalagot. Tehát attól függően, hogy milyen típusú gyakorlatot végzünk, mindig más erősségű szalagot váltunk. A következő gyakorlat, ugye, biceps gyakorlat,
Tehát nyújtott testtartás, és ha magunk előtt húzzuk a szalagot. Pontos a légzés, a be- és kilégzés. Volt egy biceps, ugyanígy fogjuk a triceps, vagyis ez a hátsó karizom gyakorlatot végezni ezzel a szallaggal. Tehát a lábunkkal valójában a erősséget is, a szallagnak a erősséget is meghatározhatjuk. A szélesebb terpesznél kicsit nehezebb lesz a szalag nyújtása, kisebb terpesznél könnyebb. Triceps gyakorlata könnyök marad a fej mellett. És megy a kezünk felle. Pontosan nem mozogjon a könyök. Megint egész maximális, de még bírjuk, és az utolsó. Ugyanez a másik kézzel. Ez a vállam kicsit veszélyesebb, ezért meg kell tartanom. Kezemmel meg kell tartanom, mert volt egy sérülésem. Lassan eléri a bal vállam és a jobb vállam szintjét, de azért még kell rá tornázni, ez egy hosszú sérülés volt, már nem fáj a vállam, már jó, csak vissza kell szerezni a megfelelő izomtömeget, meg izomerőt. És az utolsó gyakorlat pedig a vállizmokra lesz. Tehát végezhetem megint a nehezebbel, vagy a könnyebb súllyal. Az előző gyakorlatnak szinte ismétlése, csak nem menjünk rá drep, nem guggoló támaszba, hanem csak nyújtsuk magunk előtt a kezünket. Azt hiszem mehetek a nehezebb szalaggal. És indulás. Még kettő. Tehát ezek voltak a mai napi FlexFit gyakorlatok. Remélem találkozunk holnap is. Legyen szép napotok, szia!